A nagyon jól sikerült MT-07-es kis naked mindenesnek a Yamaha az idei modellévre kihozta egy dizájnilag nagyon feldobott változatát, az MT-07 Motocage névre hallgató kis szupervagány futkosógépét. Ez az, amivel most egy kicsit szeretnénk megismerkedni új módon, hogy természetesen összehasonlítjuk egy széria kivitelű MT-07-essel. Hogyha megnézzük a széria MT-07-est, azt látjuk, hogy ugye egy vagány kis lámpácska, egy teljesen burkolatlan első rész műszerfal, szabadon hagyott kezelőszervek, tehát ugye fékkar, kuplunkar, hát egy olyan igazi naked bike, abszolút a minimalizmus jegyében, éppen csak kapott ugye egy kis védőt a hűtő mellé és egyebek. Oldalról is, hogyha megnézzük, akkor ugye klasszikus naked bike-ot látunk, tehát szabadon áll a motor, hajtómű, minden teljesen tökéletesen szemre tudunk vételezni. Ezzel szemben, hogyha átsétálunk ugye a motokécshez, és innen a jobb oldaláról nézzük meg, mert ugye innen látszik jobban, akkor már itt szembe tűnik, hogy kapott egy ilyen kis takaró fejidomot, és hát mindenhol megjelenik a motokécs meg cage feliratok. Kapott kézvédőt, ez egyébként nagyjából azt hiszem, hogy ugyanaz, mint amit például a tenerékre, 660-as tenerékre szerelnek, de kapott egy kis légterelőt is, és mivel tegnap egy elég hosszú etapot tudtam megtenni a motorról, ez egyébként meglepően hatékony, tehát tényleg letolja az ember kézfejéről hűvösebb időben is a szelet. Aztán hát ugye jól látszik, hogy design elemekben mindenhol megjelenik ugyanúgy a motokécs felirat, hogy piros lett az egész színvilághoz illeszkedően az első felni, hogy a hűtővédő az egy egyszerű műanyag helyett szintén egy ilyen piros dizájnos fém, és hát amik a legszembe tűnőbbek első ránézésre, hogy kapott egy tulajdonképpen bukócsövet, hiszen ennek egyéb funkciója nincs, ami összeköti a váz elejét és a első és a hátsó részét. Van rajta egy kis bukógombánk is szériában, és még egy csomó ilyen dizájnelem, amik ugye pluszban vannak felszerelve rá, ilyen kis sprőd dekor elemek a tankon, ezek egyébként nagyon jó pofák. És hát ez így szépen végig kíséri az egész motort minden egyes részletében. Itt is van egy ilyen kis piros betétünk, hátra is kapott díszelemeket, szériában jár hozzá hátra pirosban a felnicsík. És ami szintén hát maximálisan a design szolgálja, hogy ugye az első ülés az változatlan maradt, de a hátsót azt hát szintén így megdekorálták. Ez egyébként elméletileg ülés, mert hogy ilyen puha maradt, tehát ilyen benyomkodható. Én próbában egyszer menet közben hátraültem, tehát semmi szín alatt nem szeretnék senkit megbüntetni azzal, hogy utasként én ezen elszállítom. Tehát tényleg az egész motorról levő összes változás az a dekorról szól. A motor összességében motorozási szempontból pontosan olyan, mint a széria változata, amelyikről ugye tavaly már jelent meg tesztünk, amik ezzel ővele szemben jelentősebb eltérések, és igazából tegnap egy ilyen közel 600 kilométeres túra alatt tudtam meggyőződni róla, hogy milyen is valójában hosszabb távon ez a kis gép. Ugye egyrészt meglepő módon kényelmes az ülés, az ugyan kemény, tehát láthatólag nem egy ilyen világjáró motornak készült, hát nem is abban a szegmensben van a masina, viszont ezzel együtt elég széles és nagyon jól tart. A térdszög az annak ellenére, persze ebbe az esőnadrágban lehet, hogy nem annyira látszik, annak ellenére nem nagyon hegyes, hogy maga a motor pici, ugyanis nem vitték túlságosan hátra a lábtartónkat. A tankkal való térd kapcsolat az rendkívül jó, tehát nagyon jól tudja menet közben tartani magát az ember, és hát ez a picike fejidom, főleg nagyobb sebességnél tényszerűen vesz le légnyomást a felső testünkről, tehát tök kényelmesen lehet vele autópálya tempót is motorozni. A futóműve, hajtóműve, egyebek az ugye teljesen ugyanaz, mint az alapváltozaté. Én nagyon meg voltam vele elégedve, nagyon jó a fékrendszere is, nagyon kellemesen lehet kanyarról kanyarra terelgetni. Egyetlen egy apró negatív észrevételem van csak vele kapcsolatban, nevezetesen, hogy a pozitív úthibáknál ott úgy nagyon érezhetően beüt a futómű elől is, meg hátul is. Érdekes módon a negatívakat, azokat tökéletesen tudja kezelni. Hát mondom, a pozitívaknál ott érezhető, tehát ez egy diszkomfortos dolog, viszont ami óriási előny még mindig ezen belül, hogy ha ez például kanyarban történik, akkor abszolút nem dobja meg a motor, tehát tökéletesen tartja az ívet. Tehát annak ellenére, hogy ő ugye pozíciójában egy ilyen városi, elővárosi, lóti-futi
kis masina, annak ellenére valójában még simán alkalmas hosszú távú utazásokra is, ha így hozza az élet. Összességében tehát egy olyan változatát ismerhettük meg a Yamaha MT-07-esnek, amelyik megtartotta az alapkivitelnek az összes pozitív tulajdonságát, tehát egy nagyon jól motorozható, mindennapi kis lótófutó motor, borzasztó stílusos, és igazából úgy minden egyes alkotó része, a hajtómű, a fékrendszer, a futómű azért nagy vonalakban abszolút mértékig rendben van, és tényleg mosoly tud csalni az ember arcára minden egyes megtett méterem. És hát ugye, ami még ennek óriási tudománya ennek a kis tavalyi meg idei újdonságnak, hogy nagyon jó árban van, hiszen ugye még a 2015-ös árakat nézve is azt látjuk, hogy egy ABS nélküli sima MT-07-es az lehelettel 2 millió forint alatt marad, ehhez jön ugye 200 ezer forint, hogyha ABS-szel szeretnénk megvenni, és még 200 ezer forint, tehát 2 millió 398 ezer forint az ára a Motocage változatnak, tehát ennek a nagyon vagányul felszerelt kis gépnek, amit viszont helyből blokkolás gátóval kaphatunk meg. Ízlések és pofonok kérdése, hogy kinek melyik tetszik és jön be jobban, motorozni ugyanolyan jó lesz mindegyikkel.